Üdvözlök mindenkit, nekroklim vagyok. Hát, gyerekek, gyerekek, gyerekek. Szétszettek, szétszettek. Nagyon köszönöm, köszönöm a videó ötleteket. Mindenképp jönni fognak kicsit lassan. Az ember dolgozik, él az életét, de, de, jönni fognak türelem. Ráadásul most a nyakunkon van a Heart of Demos, azt is valakinek le kell videózza. De most, hogy közel kerülünk ehhez, és voltak ezek a, voltak ezek a dupla hétvégés dolgok, és az emberek farmolni indultak neki, mindenféle karakterre farmoltak, még Valkyrral is. Érted? Valkyrral. És észrevettem, hogy jöttek a hidroidok. Újra volt a hidroid, és hát nem beszélve ugye arról, hogy a szerencsétlen hidroid ott volt a, a, a Twitch Prime-on, szóval meg lehetett szerezni ingyébe kb. ha nézted a tenókont. És, és tudjátok, mire jöttem rá? Gyerekek, az emberek nem tudnak hidroidozni. Bejönnek farmolni hidroiddal, de, de azt de veszem észre, hogy, hogy, mindenki le akar állni, kempelni. És a Survivornek ugye egy alapszabálya, hogy nem kempelsz. <laughs> Legalábbis egy jó bizonyos szintig nem kempelsz, mert ha nem, nem dob enemit a játék, és végképp nem fog live supportot dobni. Úgyhogy a kempelés, amiben a Hidraid az egyik legjobb lenne, az a legtiltottabb dolog számára. Főleg, az elején járunk. És ezért úgy gondoltam, hogy csináljunk egy 2020 videót hidrohidrol, megnézzük, hogy hogyan kempeljünk, és különböző kempelési módszereket fogtok látni ebben a, a videóban, amit itt látok, és természetesen mindezeket elmagyarázva. Öm, hogy ja, hogyan kellene formolni hidroiddal, hogy az meg is érje, mert hogy a pilfering szorm augment mondja, hogy uraim, 100%-os eséllyel dob, de van nehéz a Hydroid ultiát irányítani, ugye? Össze-vissza csapkod az a szerencsétlen tentacle porn, és, és egyszerűen nem, nem tud irányítani. És szeretnék meg nektek megmutatni egy módszert, ahogyan irányítsátok azt, a, azt az ultit, és hogy hogyan, ja, hogyan farmoljatok vele. És amit itt láttok itt ez a videóban, elég könnyű kikövetkeztetni, hogy mit csinálok, ugye bár, de mi van akkor, hogyha nem magas szinteken jártuk, csak be akartuk ugrani egy gyors fél óra farmra, meg kell némi nyersanyag, és a hidrid az biztos drop, mert százszázalékos eséllyel droppol. Mm. Mi van akkor, hogyan, hogyan irányítsd azt a szerencsétlen ultit, úgy, hogy nem is kempelsz. Mert hogyha kempelsz, biztosan észrevetted sokszor, hogy az egyszerűen az enemy leáll jönni, és ilyen szerencsétlen egy-két enemi van. Ha randomokkal mész be, akkor az a szerencsétlenek nem tudnak megállni egy helybe, hogy megvárják, hogy zene nem odaérjen a tentekül pornba, és, és izé, me megölik őket előled. És a hidroidnak fontos, hogy elsőként érje el a zenemit, elsőként ultizza le a zenemit, mert az a feltétele, hogy a pilfering szvornak, hogy a benne kell legyenek a hidroid ultiába az enemik. Ahhoz, hogy droppoljanak. Na most ez randomokkal, ha egy gyors ki kibefarmra akarsz menni, egyszerűen nem fog menni. Szólóban meg macerad, de szólóban teljes mértékben elő lehet adni, de ugye akkor nem jön, esetleg nem jön annyi enemi. Na most ezért a lényeg az, srácok, hidraiddal alacsony szintig, és ezt most úgy mondom, alacsony szintig, hogy maximum, nagyon maximum 40-es szintig, nem kempelve is lehet farmolni, és ugyanolyan megoldást fogsz, és ugyanolyan mennyiségű lootot, hanem többet fogsz hozni, mint a necrosszal. 40-es szint fölött egészen 100 szintig ott már ott, ott már bele kell segíts a kardoddal, és a többi a társaiddal, és a többi. De 100 szint fölött ott már úgy le lehet állni kempelgetni. Mert már jön annyi enemi. Hogy, 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 ki akarja kényszeríteni a játék, és a többi már rád annyi enemit. Már le tudsz állni kempelni, mert a társad is lehet, hogy le akarnak állni kempelni, de oda viszont már ha egy komoly farmolós hidroidot akarsz csinálni, endgame felé haladva, ami nagyon sokat, nagyon sokat bírja, és megöli az FPS-edet, én szóltam, tényleg megöli a módszer az FPS-edet, akkor egy teljesen más bildet fogok ajánlani neked. De mind a két build arról fog szólni, hogy tud irányítani az Ultit és az Enemit irányítani az Ultit felé. Ugyanis egyes képességek, egyes Warfemeknél többek között a. Um, Hydroide is, hogyha elkapcsolod az ultit, tehát ha az út ilyen idő alapú, és éppen működik, akkor az enemik nem fognak felé menni, nem hülyék, hogy belesétálnak az ultitba. És pontosan ugyanezt történik meg a hidroid ultiával is. Az enemik nem fognak csak úgy belesétálni az ultitba. Oda kell vitt hozzájuk az ultit. Ezért meg szeretném mutatni azt a módszert, hogy hogyan vitt hozzájuk az ultit, és azt a módszert, hogy hogyan hozd az enemiket az ultitba. Szóval Erről fogunk most beszélni, hölgyeim és uraim! Effektív formulás hidroiddal, EK hidroid 2020-ban. Az első módszer, amit ö, szeretnék nektek megmutatni, az, hogy hogyan farmoljunk maximum 40-es szintig, ez kb. egyes szintől, tehát ha a Földön kell farmolni, a Földön farmoz, egészen 40-es szintig nagyjából. Tehát, hogy lefedjük a teljes ö, rendszert, és mindenhol tudják farmolni ezzel a hidroiddal és az ultiát irányít. Az pedig az, a nem kempelős módszer lényege, az, oda sétálsz az enemihez, kicsit lenézel a földre egy 45 fokba, és rányomod az ultit konkrétan az enemi seggében nyomod rá az ultit. Igen, ez azt kívánja, hogy oda menj az enemitől. Így tudod irányítani a hidrid ultját. Rámászol az enemire, nézed a földet, ahol az enemi van, és elnyomod az ultit, és akkor az ulti nem össze-vissza lesz. Értitek? És, és konkrétan azokat az enemiket fogja megölni. Ezzel azt küszöbölöd ki, előbb érsz oda, mint a társaid, előbb kapod el őket, és ha az enemi meg nem is hall, utána a társaid már leölhetik. A lényeg az, hogy te érd el először az enemit. Mert hogyha távolról mindig magad elé akarod kapcsolni a hidrid útját, sosem ott lesz, ahol uh, kell lennie. Azért nem, mert egy időben úgy tervezték, áttervezték a hidrid útját, hogy nagyjából oda ahol az enemi van. Na most, hogyha mindenhol van enemie, az ulti egyet dönt, és beszpónol oda, ahova, és legtöbbször már az enemi felé sétál, vagy te sétálsz felé, szóval teljes mértékben félre megy a hidroid ultia. Biztos tapasztaltatok már ezt. Na most fontos. Oda az enemihez, az elkezd lőni, ütni akármi, mert hogy már ott vagy, lenézel a földre, egyenesen odakapcsolod ahol állsz, bim, akik enemik körülötted vannak. És ugye ez a hidridnak be kell kapnia egy pár lövést, és ezért mondom, hogy maximum 40-es szintig. Mert 40-es szint után már átalakul, átalakul a játék egy kicsit, és a hidrida való taktikázás is átalakul. Na no, de ez a módszer. Oké, okay, srácok? És az, hogy fent tudjátok tartani az enemy spawn-t, a live supportot, mindent, ne állj le kempelni level 40-esig hidraiddal, menj az enemy szájába, és told le nyakig nekik a tank, tentacle point. Ez fontos viszont level 40 fölött, endgame-ben level 100 fölött, level 200 fölött is jelen pillanatban ugye a videóban still past láthattok, itt most, és mentünk egy 100 plusz percet a haverommal, ott más a módszer. Ott már meg kell növelni az idő idejét az ultinak, ja igen, azt nem mondtam, hogy az egyik mínusz idős, a másik sok idős. Ott már megnöveljük az idejét az ultinak, és tenóval, zenurik tenóval, vagy árkén anomalival, ami a tenóba belemegy, összehúzzuk az enemit, és belevezetjük az ultiba. Az ulti felkapja őket, visszamész a hidraidodba, ledarálsz mindenkit a picsába. Egy-két mod, amit a videó vége felé mutatok meg a modolásban, ugye jó, ha szerepel a hidraidban ahhoz, hogy jól működjön ez a build. És megint csak mondom, tenóval ki, behúzod őket az ultiba, leölöd őket a picsába. Ha van egy spektered, Mondjuk egy vízp, örökké valóságig életben tart. Haverom viszpet hozott. Örökké valóságig ott maradtunk volna. Még egyszer mondom, a módszer megöli az fps de működik. Szóval, ja, hölgyém és uraim, nem húznám nagyon tovább az agyatokat. Amint látjátok, a videó elég reméltek bizonyítékos szolgál, hogy minimum 100 percig lehet maradni, de benn maradhatsz tovább is. Természetesen. Fölösleges. Tehát, hogy a Steel pass is, mondjuk, ha Steel pass akarsz farmolni, öm, ott kénytelen vagy bemaradni 40 perc fölött. Mert ha Steel essence akarsz farmolni, 40 perc környékén kezdenek megindulni az Eximusok. Az Eximusok ugye ők dobják a Steel Essence, nem túl sok eséllyel, de 40 perc fölött indulnak meg egy kicsit jobban. Szóval kénytelen vagy bennmaradni 40 perc plusz, 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 attól függ persze mennyi, mennyi eszencet akarsz összehozni. Én azt mondom, hogy egy olyan 2 két és fél óra, három óra környékén éri meg bennmaradni úgy, hogy úgy érezd, hogy boosterekkel mindennel nagyjából óránként százat ki tudtál szedni, mert 40 percig alig dob valamit, 40 perc körül megindul, utána leáll, utána megint megint, utána leáll, és nagyjából valahogy így van a Steel Essence, és azt vettem észre, amikor három óráig voltam ment egy ismerősömmel, hogy nagyjából óránként százat ki tudtuk szedni. Szóval Hydroiddal, ja, hogyha 40 perc fölött Steel kerül a sor, ami rendes játékmódban Steel Pass egy 100 percnél uh, jöttek 200 pluszos enemik, az 400 as jelent a rendes, majd, hogy nem 400-as szintet jelent a rendes survivorben. Értitek? Tehát majd nem, Tehát level 400-ig boldogan el, 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 ezzel a hidraiddal rendesen. Mert mint rendes, rendes, szinteken. Steel hát Isten se tudja, magán a játékosan is múlik természetesen. Na de nem húzom tovább az időt. Jöjjenek a modulások. Ami a modolást illeti hölgyém és Uraim, mint mondtam, én kétfajta modulást használok, hosszú, vagy rövid távra, attól függ, hogy melyikre megyek és mennyire komolyra fordul az a e, bizonyos formulás, de hogyha alacsony szintekre készülök, maximum 30-as szintig, maximum, ha nagyon el akarod húzni 40-esig, de utána már nagyon nem érdemes, én ezt szoktam használni. Szóval, e, és épp ugye azért, amiket magyaráztam a e, videó elején. Na most a modalásnak az egyik különlegessége ugye az Energy Conversion. Na most az Energy Conversion 50%-kal több energiá, több erőt ad mindig, hogyha elkapcsolod a következő képességedet, abban az esetben, ha felveszel egy Energy Orbot. Tehát egy Energy Orbot felveszel, a következő elkapcsolásod 50%-kal erősebb lesz összeadódóan nem felszorzol. Szóval itt a 200%-ból plusz 50% lesz 250%-os erő. Ez nagyjából 30-as 40-es szintig öli meg az enemiket fajtájától függően. És ezért mondom, ez gyors futamokra van. Uh, ja, kell. Uh, 5000 rubadot, bemész gyorsan fél óra alatt, kifarmol, jó, 5000 rubadot, biztos nem farmolsz ki fél óra alatt, de kell nem tudom mennyi valami, gyorsan bemész a legalacsonyabb szintű valamire, odamész, bim, 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 kapcsolgatod az ultit, ugye a módszer, ahogy elmondtam a videó elején, kapcsolgatod az, az ultit, és energy conversion-gal gond go nélkül, tudom, láttuk itt egy energized, és arra gondoltok, hogy a, a blind rage-el, jobban meglennétek. Használhattok Blind Rage-et is, végül is az Energize és a uh, Blind Rage az teljes mértékben kijönnek egymással. Néha velem előfordult, hogy uh, nem maradt energiám, annak ellenére az Energize valami nem kapcsolt elő, uh, úgyhogy ebből a szempontból biztosan mentem Energy Conversion-nel, plusz jól mutat egy kék karika körülöttem, szóval ez lenne uh, az én megoldásom alacsony szintekre. Viszont a videóban látott módszer, és amiről ott magyaráztam, ugye bár az ez. Ezt használtam, ez már kicsit átfordul. És amint láthatjátok, 240%-os duration van, mert a lényeg az ugye, hogy ne öljenek meg az enemék, hogy legyen időm behúzni az, az enemiket a tentek, hogy az ott tartsa őket, ugye, e, és hogy ne tudjanak menekülni, amíg én leülöm őket, mert nagyszintűek, ugye lassabban megy az ölés azért megfordítottam az egészet, sok durésön erő lényegtelen ebben a buildben, teljesen lényegtelen a lényeg az, hogy a pilferings form, ugye az a lényeg, hogy az enemik benne legyenek az ultiába a hidroidnak, és, és akkor fog jól működni a dolog, szóval Amint az elején benne van a jótiába, elkezdheted őket leölni, biztos, hogy dobni fognak uh, lootot. Natural talent, természetesen a gyorsabb elkasztolás érdekében, magas szinten minden pillanat számít, érted? Egy picit késsel, meg is hogy halva. Fast deflection, azt hiszem érthető, hogy miért, ugye? Most, hogy a shield gating az egy dolog, így aztán a fast deflection igen-igen hasznosan jött, mivel, hogy ugye, ameddig én tenóba voltam és húzigálom be őket az ultimba, addig a Fast Deflection feltölti a shieldemet, ezért újra shield gatinget tudok alkalmazni. Enemy Sense, hogy az enemy jöjjön felém, ugye, biztos, ami biztos, ha leállunk kempelni, akkor is jöjjenek felém. Az a 30 enemy radar az azért jól jön. Brief Respite, hölgyeim és uraim, nem ez az eredeti aura modja a hidroidnak, de az egyik olyan kevés warframe között van, akikbe beleraktam az aura formát így aztán a brief respite-tal uh, bele tudtam rakni. Minden energia elkapcsolásánál 150%-a az energiának, amit felhasználtam, vissza egy shieldekbe. Shield gating. Equilibrum. Hogy biztosan feltöltődjön az életem, és mindig töltve legyen az életem. És, és hogyha ugye egyedül játszol, sokkal óvatosabb vagy, követed a szabályt. Magyarul követni kell a szabályt. Kitenóval beazultiba leölni őket az ultival, Legyen melletted egy víz, vagy vagy akármi, ami még jobban életben tart, egy szólóban is megoldod a farmolást. Ha a csapattal vagy, és a csapata elég fegyelmezett ahhoz, hogy kövesse ezeket a szabályokat, hogy az egyikük kimegy Tenóba, behúzza az ultitba, vagy te kimész a Tenóval, behúzod az ultitba az Enemiket, akkor végtelenségig farmoltok uh, hidraiddal. És ez endgame hidraid varázsa. A range fontos, hogy alacsony legyen mert belehúzod őket a, a, az ultidba, és nem össze-vissza csapkodnak e, a, a csápok mindenhol a területen. A kis területen behúzod őket, és az ott tartja őket. Hölgyeim és uraim, ez lenne az én hidroid megoldásom számotokra, hogy magas szinteken is, alacsony szinteken is, perfekt módon tudjatok farmolni ezzel a karakterrel. Köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj a lájkot, iratkozz fel, nyomd rá a csengő mind, minden, minden, tudjátok. na. ah uh, sí esto